Jó estét kívánunk! A Tudomány a kocsmában ma esti főszereplője, Lé Csaba, aki hangkis eleméről fog előadást tartani, de gondolom, miközben hangkis eleméről beszél, addig magáról Lé Csabáról is szó fog esni. Ő ugyanis a magyar pszichológiának az egyik legkiemelkedőbb élő képviselője, Magyar Tudományos Akadémia tagja, és bizonyos értelemben véve az a szellemiség, amit hangkis elemér megjelenít, és amelynek nevében ugye itt az intézetünk működik, a sok szempontból Csabára is jelentő. Tehát érzésem szerint a lehető legjobb választás Lé Csaba és hangkis elemér kettőse. Szeretettel üdvözöllek Viszivesz Ferenc nevében, aki sajnálatos módon nem tudott ma este itt lenni. És voltaképpen az első nagyon közhelyes kérdésem, és többet nem is fogok kérdezni, hogy hogy kerültél kapcsolatba elemérrel, mi az, ami összehozott benneteket, és voltaképpen tart azóta is együtt. Igen. Köszönöm szépen a meghívást Gyurinak is, Miszlivec Ferencnek, meg az egész intézetnek. Nekem egy nagy alkalom, hogy eleméről beszéljek, nem magamról fogok beszélni. Nem fogok azért olyan szépen beszélni, hogy az én hangomon keresztül eremér szólaljon meg, de az első kérdésre, honnan ismerem hangkis elemért, majd fogok egy kicsit mutogatni, hogy hogy ismerkedtem meg vele, milyen kapcsolataink lettek, hát itt már mutat, a kicsit a keretekről szól. Honnan ismerem? Én elemért igazából, mint egyetemista nem ismertem, csak tiszteltem. Felnéztem rá, majd erről egy picit fogok részletesebben beszélni, hogy a mi időnkben, ez nagyon rég volt, Gyuri is akkor volt egyetemist, ha 60-as évek közepéről beszélek, Hankis egy különleges nimbus volt a magyar strukturalista irodalomtudomány és egyáltalán a strukturalista szemlélet megszületésével. De ez egy távoli kapcsolat. Egy szentként olvastuk szentírásként a könyveit, nem ismertem őt, és utána két szerencsés mozzanat révén ismertem meg. Az egyik mozzanat az, hát tulajdonképpen minden kettő szakmai volt, az egyik egy személyesebben szakmai, elemér nagyobbik lánya, aki szegény elhunyt tavaly előtt, ugye? Tavaly előtt, igen. Elhunyt, nagyobbik lánya pszichológus diák volt, nekem diákom volt, és hát a neve alapján gondoltam, hogy Hankisnak a lánya, és ezen keresztül megismerkedtünk valamilyen diákrendezvényen, vagy ilyesmi, tehát valamilyen alkalmi dolgon, tehát én úgy ismertem meg, ha ez bármilyen furcsán, hát elemér nem sértődne meg egy ilyen profán jellemzéstől, mint egy szülőt, érted? A diákom szülőjét ismertem meg valami Mikulás rendezvényen, vagy hasonló dolgon. Akkoriban még divatok voltak az ilyen diákrendezvények. A másik mozzanat néhány évvel később egy kicsit közelebb kerültem hozzá szakmailag, mert elkezdtem olyan dolgokkal foglalkozni, nem tudom én, hosszabb szövegek emlékezeti sematizációjával. Ekkor, 80-as években elég alacsony színvonalú volt, hogy úgy mondjam, a számítás technikai kapacitás, és én nagyon bonyolult dolgokat találtam ki, nagyon bonyolult strukturális elemzési módszereket, amiknek segítségével azt szerettem volna megnézni, hogy bizonyos, hát ilyen elegáns szavak voltak akkor, ez már így a strukturalizmus kiterjedése volt, hogy valamiféle, úgy hívtuk, hogy szöveggrammatikai elemzésekkel lehet-e szebben formalizálni azt, hogy egy mese az valójában arról szól, hogy valaki egy lehetetlen, deprivált helyzetből, mondjuk egy tipikus magyar népmese, a legkisebb fiú, egy deprivált helyzetből, különböző akadályok legyőzésével, amikben vannak segítők, és vannak hátráltatók, a segítők azok mindenféle megcsókolt békák, akik hirtelen királylánnyá válnak, és így tovább, a hátráltatók meg gonosz öregasszonyok. Szóval, hogy azon túl, hogy tudjuk jól, akkoriban nagyon divatos volt Propp révén, egy felfedezett orosz strukturalista elemzés révén ez a
mondjuk így meseelemzési mozanat, és én arra voltam kíváncsi, hogy ezek a meseelemzési tömbök, ezek megjelennek-e abban, hogyha egy hirtelen, egy váratlan mesét hallasz, egy olyan mesét, amit nem ismertél, korábban nem hallottál, megfelelnek a mi, mondjuk így, európai mesekincsüknek, de mégse. Én a mosogatás történetével foglalkoztam, majd kívánságra elmondom a történetet adott esetben, hogy miért kell a nőknek mosogatni. Egy ilyen igazi, hogy is mondjam, macsó központú történet. Na de hogy jön ide elemén? Alacsonyak voltak a számítástechnikai lehetőségek, én ezeket a dolgokat, tehát sok száz ember, sok ezer történet felidézését kézzel kódoltam, és így tovább, és ezekben a kézzel kódolt mátrixokban, formai értelemben, valamilyen rendet kerestem volna, egyetlen egy hely volt az országban, ahol többdimenziós skálázást lehetett csinálni. A többdimenziós skálázás egy olyan statisztikai módszer, ami ilyen kaotikus adatok együttjárási mintázataiból szeretné megtalálni, hogy milyen füzérek vannak ezekben az együttjárásokban. Ezt Elemér csapata, akkor Manhin Robi, azóta is van, itt is volt, Kőszegen is, és így tovább. Manhin Robi, ezt kevesen tudják róla, akkor egy, hogy mondjam, number crunching zseni volt. Budapesten ő volt az egyetlen ember, aki nagyon nagy adatmátrixokat bűvészként tudott kezelni, és én úgy kerültem megint Eleméhez, hogy Elemér segítségét kértem, hogy közvetítsen ki Manhinhoz, hogy Manhin segítsen nekem, hogy kapjak 15 perc gépidőt az akadémia számítógépén. Az egy olyan számítógép volt, az egyetlen olyan IBM számítógép volt Budapesten, ami, hát az a jó, hogy vannak itt fiatalok is, tehát számotokra ez elképzelhetetlen dolog. Egyetlen olyan gép volt, aminek két merev lemeze volt. Egyetlen egy volt. Ez annyira kokomlistás dolog volt, 80-as évek közepéről beszélek. Tehát annyira katonailag szenzitív szállítmány volt, hogy a Stakiba, ahol ez a gép volt, ott volt az amerikai követség, egy mindenki által tudott CIA alkalmazottja, mint ahogy itt ül a Gyuri, és nézte, hogy kettőnél több merevlemezt egyszerre nem tesznek-e fel. Nem viccelek. Nem viccelek. Egyébként ez volt az a gép, amivel Robi, mivel ő akkor együtt dolgozott már Szelényi Ivánnal, aki meg kivándorolt Amerikába, Szelényivel először e-mail kapcsolatokat is létesített. Akkor viszont a magyar rendőrnek kellett bejönnie. Nem viccek. A magyar rendőrnek megnézni, hogy nem továbbítja-e Manhin a fontos magyar, mondjuk, lakásstatisztikai adatokat Amerikába. Na jó, szóval ezeken a rendőri helyeken keresztül Elemér segített, hogy oda kerüljek, én meg is írtam a disszertációt, tehát volt egy ilyen kapcsolatunk. És akkor én Elemért megkértem, nagyon merésznek tűnt ez, ez csak egy későbbi felvétel, két keretet ad az életemnek Elemér, mikor megírtam a kandidátusi disszertációmat, mondom, az általa, hogy is mondjam, illetve az ő csapata által üzemeltetett gépeken keresztül, akkor még divat volt, hogy volt munkahelyi vita, disszertáció munkahelyi vitájára. Én ugye pszichológus voltam, minden, és ezzel együtt Elemért kértem meg, hogy vezesse a vitát, a munkahelyi vitát. Épp, mégpedig pontosan azért, mert az egész ugyan egy pszichológiai disszertáció volt, de arról szólt, hogy hogyan is jelennek meg az irodalmi típusú struktúrák az emlékezet, az egyes ember emlékeinek szerveződésében. És akkor nagyon, én úgy éreztem, hogy egy ilyen atya figurához fordulok Eleméhez, hogy mint egy deus ex machina, jöjjön el, én azért hívtam, hogy ő elnökül, hogy egy kicsit védjen meg attól, hogy a pszichológusok le fognak szólni, hogy ez túl strukturális, túl kevéssé pszichológiai, stb. Ez volt az első ilyen szakmai kérésem Eleméhez. Egy másik szakmai kérésem, ez a fényképeken látható, ez 20 évvel, több mint 20 évvel később van, ez
2008-ban egy szerintem egész jó könyvem, Maurer Dóra illusztrációjával, látjátok, a Lélek és Lélektan örömei, tök büszke voltam a címére, minden, és a könyv bemutatójára 30 év után eszembe jutott, hogy újra megkérem Elemért, vagy 25 év után, hogy jöjjön el, ez a könyv bemutató a PIM-be, a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Hát most itt Báskai István mutatom, a gondolatkiadó igazgató, a kiadó adta ki a könyvet, és így tovább. Ez itt mutatja. Szóval ez ad egy ilyen keretet, hogy közte nagyon sokat találkoztunk Eleméről, majd fogok mutatni egy helyet, ahol egy egész évet együtt töltöttünk, és ez nagyon sok mindent jelentett én számomra, a mondjuk kapcsolatunk alakulásával, de azért akartam ezt a két mozzanatot mondani, mert mindjárt kiderül, hogy mit tartok én fontosnak Elemérből. Mi, ugye, nem én adtam azt a címet, hogy Hankis Elemér titkai, az itteni kollégák segítettek, de akkor én megpróbálom ilyen titokra felfűzni azt, amit Eleméről, mint emberről és tudósról szeretnék mondani. Ugye azt mondtam, hogy mikor még nem ismertem Elemért, akkor is egy nimbusz volt a fiatal bölcsészek számára. Ezt is nehéz elképzelni ma már, ahol a társadalomtudomány, a komoly tudomány, a számok világa és így tovább a fontos. Akkor, mikor én bölcsész voltam, tehát a 60-as évek közepén, akkor igazából az irodalmár számított a mi fejünkben a világ középpontjának, a csúcsának, a legnagyobb dolognak. Ahhoz képest egy hülye kis számokkal piszmogó szociológus vagy mi, az egy lenézett dolog volt. A tiszta formák elemzője. És ebben Elemér néhány munkája, különösen nézzétek meg a könyvtárakba, a kis fehér színű, a modern könyvtárban megjelent strukturalizmus válogatása óriási szerepet játszott. Miben is? A 60-as évek, a kádárkori magyar világban vagyunk, a strukturalizmus akkor egy óriási nemzetközi eszmei hullám volt, sokat elemezzük azt, hogy mi jelentősége volt általában az európai meg amerikai gondolkodás történetében. Én most nem erről akarok beszélni, de mi jelentősége volt nekünk ott Magyarországon? Miért volt olyan különleges mozzanat a strukturalizmus? Ugye valami olyasmit hozott ez, bár önvédelemből a strukturalisták mindig azt mondták, ez nem igaz, mi nem csak a formával törődünk, miket érdekel a tartalom is, de ez hazugság volt, önvédelem volt. A strukturalista szemlélet a művészetben és a kultúrában is a tiszta formát állította előtérbe. Ennek a tiszta forma előtérbe állításának két ideológiai jelentése és ideológiai töltete volt. Az egyik ideológiai töltete szemben az iskolás típusú műelemzéssel, hogy a költő ebben a versében azt akarja mondani, hogy az elnyomott munkásosztály lassan felébred a paraszti sorsból, mondjuk egy Petőfi vers elemzésével, a paraszti sorsból hirtelen meglátja, de sajnos akkor még nem volt ott még az igazi forradalmi munkásmozgalom. Egy hülyeséget kellett mondani, amit tudom én, a valamelyik ilyen alkonyatról szóló Petőfi vagy aranyversről. Ehhez képest a tiszta forma előtérbe állítása egy rejtett üzenetet hordozott. Elég a rizsából, ahol mindig leleplezi, ami szerint a művészet az semmi más, mint egy ilyen eszkatológikus előrehaladás a proletár forradalom végső győzelme felé, Homérosztól kezdve. Nem. A művészet valami egészen más, abban a formának van különböző szerep. Ha egyszerűen fogalmaztuk, mindenki tudja mondani, hogy szomorú vagyok, mert elhagyott a barátnőm. De attól még nem lesz vers. A vers nem attól lesz, hogy szomorú vagyok, ugyanúgy mindenki tudja mondani, hogy de jó lenne, ha kikergetnénk az oroszokat, de ezt valahogy meg kell formálni mondani. Ugye? Tehát a forma a létező szocializmus világában az egyik szinten, ezen a műelemzés, és mondjuk a bölcsészek szintjén, akik az egyetemi színpadra járnak, élvezik a izét, élvezik a UNESCO darabokat,
Ez egy olyan világ, ahol az irodalom órákon ilyen sületlen, hogy is mondjam, ideológiai dumákat hallunk, és este ugyanabban az épületben elmegyünk az egyetemi színpadra, ahol a egyetemi Universitas együttes franciául játszik Ionescut. Franciául, öregem, a kopasz énekesnőt, nem francia szakosok. Tehát megvolt, szóval ez az egyik szint. De volt egy másik szint is, a forma iránti érdeklődés valójában, és ezt később veszi az ember észre, mondjuk elemér életében 20-30 évvel később, valójában a polgári létforma iránti érdeklődés. A forma az igenis, ha most túlmegyünk a művészeten is, nem egyszerűen a művészi strukturalizmusról is, művészi formáról beszélünk, akkor egy kicsit az élet menete, az élet rendje, szóval az, amit a szó polgári értelemben polgári értékrendnek, vagy világképnek, ha ennek a rejtett üzenete is benne van. Egy utolsó mozzanat, ez különösen a Hankisnak a novella elemzésről szóló, szóval nagyon sok konkrét irodalmi munkája volt Elemérnek, ahol megmutatta mondjuk Kosztolányi, meg Krúdi novellákba, és így tovább, csapatszervezésbe is, ahol különböző strukturális, meg nem strukturalista irodalmárok, pszichológusok együtt elemezték ugyanazokat a műveket, mindegy ennek most a részletei, de Elemér mindezekben az elemzésekben mindig a paradoxonokat állította előtérbe. Ő, mint műértelmező, mindig a kétarcúságot, azt, amit az egyik mentora és jó barátja, Mérei Ferenc mindig úgy hangsúlyozott, a peremhelyzetet. Mérei, a pszichológus Mérei azt mondta, hogy valójában a vizuális szerveződés figura háttér peremhelyzetéhez hasonlóan él. A művész is mindig a forma peremmein, ahol a jelentések az egyikből a másikba billennek át, és mi társadalmi emberek is állandóan egyikből másikba billenünk át. Ez igaz volt Elemérre is, de Méreire is. Mérei ezt saját magára nézve úgy értette, hogy ő a harcos kommunista, utána a harcos ellenálló lesz. Ugye ezt jelenti az átbillenés, és így tovább. Tehát ez a paradoxonokba való gondolkodás, aki ismeri Elemér későbbi munkáit, a szociológiai, esszeisztikus munkáit, mindig jellemző lesz rá, mikor majd nem a műalkotásról, hanem a társadalmi mozzanatokról beszél, ott is állandóan ilyen játékelméleti paradoxonokat, emlékeztek rá a legelők paradoxona, és így tovább állít elő a diagnózisok könyvébe, mindig paradoxonokat állít előtérbe, hogy milyen jó dolog az, hogy lehet ingyen legeltetni, minden, ismeri mindenki a legelők paradoxonát, de hogyha ezt mindenki így gondolja, akkor egy idő után nem lesz fű. És így tovább. Tehát a társadalomról is mindig a paradoxonokban gondolkodik. Ha már paradoxokat említek, egy pillanatra kitérek a Elemér életművi jellemzéséről, hogy ebben a korban, tehát amikor Elemér befejezi, mint egy a irodalmi vátességét és a strukturalizmus meghonosítóját, és így tovább, a nagy doktori értekezését még irodalomtudományból írta, és ez egy igazi jellemzője Elemérnek, hogy mikor a védésre sor került, akkor előtte mindenki azon filózott, társasági téma volt, hogy vajon Elemér fog-e zakót venni a védésre? Hogy fog kinézni? Mert hogy Elemér nem volt zakós ember. Ugye az emlegetett Mérei úgy különböztette meg az embereket, a pszichológusokat is, hogy vannak zakós emberek és vannak nem zakós emberek. A zakós emberek azok a fakabátok. Hogy mondjam, és Elemér végül is megoldotta a saját paradox helyzet. Úgy nézett ki, mint Rajnák elvtársnál, aki át akar menni az Ifi Park szűrőjén. Az Ifi Parkba, az ifjúsági parkba, ahol a rockzenék voltak, volt egy Rajnák elvtárs, egy rendőr, aki nem engedte be a fiúkat, ha nem volt rajtuk zakó. Mi a kompromisszum? Farmer zakóba. Tehát Elemér az akadémián a nagy doktori védésen megjelent farmerba zakóba. Ugye ez egy óriási kodrasz. Ma már nem így élünk, nincs ilyen dress code, akkor óriási dress code volt. Tehát ez egy nagyon furcsa átlépése volt a dress code-nak.
Paradoxon, és így tovább. És Elemér, ugye, későbbi munkásságát mindenki tudja, hogy elkezd empirikus szociológus lenni az emlegetett Manhin Robival és másokkal együtt dolgozva. Ebben az egész munkásságában ugye mondtam, hogy a mi számunkra ez egy kicsit bukás volt, bármilyen szentségtörés most ezt mondani, az irodalmához képest ez egy számüzetés volt. Úgy tűnt, hogy őt kitaszították az irodalmárok, és kénytelen számokkal foglalkozni. Na most ebben a számokkal való nyüzsgölődésbe is állandóan benne van a paradoxon. Tehát, hogy Elemért mindig egy paradoxon mozgatja, hogyan lehet a számoktól az értékekhez eljutni. Elemért mindig az értékek izgatják az empirikus szociológiai vizsgálatba, és valahol azt próbálja meg, hogy hogyan lehet olyan dolgokról számokat szerezni, ahol az emberek értékrendje derül ki, ugye eljut ehhez a Rokecs-féle értékskála, mindegy, ennek egy csomó szociológiai részlete van, ami most nem érdekes, egy csomó furcsa paradoxona is. Egy paradoxont hagyd mondjak, ami mindig meglep, én annak idején, 80-as évek is, részletesen elolvastam ezek a táblázatokat is, a számokat, minden. Elemér nem túl nagyon érdekesen írt, nem kommentálta túl ezeket a saját számtömegeit, hagyta a számokat magukért beszélni. Egy olyat mondok, ami mindmáig nagyon tanulságos a magyar társadalom értékrendjére. Volt egy olyan kérdés sora egyszer, hogy a különböző emberek, kíváncsi vagyok, hogy Gyuri emlékszik-e rá, különböző társadalmi hátterű emberek mit tartanak magukról, mennyire fontosak ők a magyar társadalomban, mennyire omlana össze a világ, ha ők nem lennének. Mit gondoltok foglalkozásszerűen, ki volt az, aki a legfontosabbnak tartotta magát a 80-as évek végének Magyarországán? A segédmunkások, a szakképzetlen segédmunkások gondolták azt, hogy ha nem, mi nem vagyunk, és nem csináljuk a munkásokat, minden összeomlik. Tehát ez a típusú proletár öntudat gyönyörűen kiderült, eljuttunk egész Trumpig. Ha Elemér élne, akkor azt mondanám, hogy én már láttam előre, itt vannak a Trump szavazói. Na most a paradoxon, tehát hogy a számoktól az értékekhez, odaírtam, hogy biciklivel a hegyre. Majd látni fogjátok más képeken, én egy évig Kaliforniában, 96-97-ben Kaliforniában együtt éltem, nagyon közel Elemérhez. Egy helyen dolgoztunk, egy ilyen Institute for Advanced Studies-ba, elég közel volt egymáshoz az irodánk, versenyeztünk, hogy ki olvas többet. De én egyébként valamiben nyertem, nagyon büszke vagyok rá, ha szabad ilyen narcisztikusnak lenni, az évvégi kvízen két dologban én voltam a megoldás. Ki ette, 40-en voltunk, tehát ez egy nagy intézet volt, ki ette a legtöbb tabaszkót, tehát a legtöbb erős paprikát, ez voltam én, és ki hozatta ki a legtöbb könyvet a könyvtárból, nagyon büszke vagyok. A könyvben Elemér lett a második. Na de... biciklivel a hegyre. Ez a center egy körülbelül 100 méter magas, vagy nem 170 méter magas dombnak a tetején van, és az emberek olyan szigorú életrend szerint kell éljenek, hogy 15 perc közlekedési távolságnál messzebb senki nem élhet a centertől. Tehát legtöbben közel voltunk, és biciklivel jártunk, Elemér is biciklivel járt, és egy nagy megméretés volt, az első este mindenkinek mondták, hogy bele fogtok jönni a biciklizésbe, egy ideig feltoljátok, és egy idő után föl fogtok tudni jönni a hegyre. Elemér akkor 75 éves volt körülbelül, ő volt az első, aki már az első héten fölment a hegyre. Nem azért, mert versengeni akart, egyszerűen fölment. Én toltam nyögve a biciklit. A végén, ugye odáig 10 kilométert leviszem a sima terepen, Elemér meg ment fölfelé. Tehát ez a paradoxon mindig jellemző volt rá, hogy mondjam, nyeszlett bölcsész, aki biciklivel fölmegy a hegyre. Egy másik paradoxona a mindenben ott az esszé. Tehát
ezek a szociológiai művei, hát nagyon jól tudjátok, hogy az igazán sikeresek, azok a diagnózisok, könyv és így tovább. Tehát miközben a számokat gyötrő empirikus szociológus pályáját és nimbuszát építi, eközben állandóan ott van az esszé, és az esszé az sokkal fontosabb számára. Az esszé úgy tűnik, hogy a szó eredeti etimológiai értelmében egy próbálkozás számára. Elemér mindig új életeket próbált. Ez nagyon különös volt látni magánemberként is, családi életében, minden szempontból. Mindig olyan volt, aki meghökkentő módon egész új formában, de ugyanaz az elemért tűnik elő, és akkor észreveszed, hogy az esszével, mint intellektuális munkával valójában mindig ezt az új élet próbálkozása számára az itt. Elemér egész életében egy nyitott tanuló volt. Mi nagyon sok szoktuk mondani, filozofusok is mondják, mi pszichológusok is mondjuk, ugye, hogy az ember félikész rendszer, mondja a filozófiai elszó, a pszichológiai, hogy az ember különlegessége, hogy szemben más emlősökkel és a legtöbb főemlőssel szemben is egész életében nyitott tanulórendszer. Gondoljátok el, hogy még a csökött unalmas emberek, akik látszólag nem nyitottak semmire, azok is még 60-70 éves korában is képesek új arcokat megtanulni. Kétszer látlak, holnap meg foglak ismerni. A rendszerem még nyitott. Na most Elemér, meg néhány kivételes ember nem csak a mindannyiunknál nyitott rendszerek, például a szavak, meg az arcok felismerési rendszere, hanem a mindenre való nyitottság. Tehát ő egy állandóan nyitott tanuló rendszerként éli az életét. Egy kis tartalom. Húha, mit gondol, mire gondoltam ide? Ugye először a jó hírek, utána néhány Elemér néhány tévedése. Ezek pozitív tévedések, tanulságosak szerintem mindannyiunk számára. Elemér is sokat tanulna saját magából. Az egyik az emberi rejtelmek. Ugye, ha ezt a régi Nietzsche-i dionizoszi és apollói alkat kettősséget veszük, Elemér a tiszta apollói alkat nem csak kinézetre, hanem egész stílusában. Ő a nőies férfi, aki rendkívül férfi volt, de ugyanakkor mindig rendkívül hajlékony, és rendkívül nőies, mind ízléseiben, mind, hogy mondjam, köznapi viselkedésében, és így tovább. Ugye szoktuk azt mondani, az nagy szép ilyen pszichológiai jelszavak, egy BEM nevű szerzőtől származik, hogy igazából a férfi-női attitűd kettősségeiben a valódi kiút az, hogyha összekombináljuk mindkét nem jó vonásait. Ebben az a hülyeség, hogy ezt tudnunk kell, hogy mi a jó benne, nem? De minden esetre Elemér kétségtelenül az érzékenységet a határozottsággal nagyon világosan összetudta kapcsolni. Ő az a típusú ember, akivel nem kell állandóan barátkozni, felhívni, hogy vagy, mit csinálsz. 10 év után újra lehet neki telefonálni, és ugyanonnan folytatni a beszélgetést. Nem kezdi el mondani, hogy jaj, mi is van veled már, olyan rég hallottalak, semmi, hanem folytatja, na mi újság, akkor mit csinálunk, stb. Tehát ő az a ritka ember, akit 10 év nem kapcsolat után is nyugodtan megkereshetsz, ugyanott, onnan folytatjátok, ahol abba hagytátok. Az utóbbi 10-15 évben Elemér egész szellemi szféráját, én a utolsó könyveiben sokszor nagyon, hogy mondjam, személyesen részt vettem Elemér, sok tanácsot kért, pszichológiai irodalmakat és így tovább, tehát kéziratokban láttam ezeket a vastag könyveit, és mindig megdöbbentem, nem mertem tőle kérdezni, hogy mindegyik utolsó könyve a halálról szólt. Állandóan a halállal volt elfoglalva, de az volt benne a furcsa, és ez megint az Elemérre jellemző paradox attitűd, hogy egy derűs halálfélelem volt benne. A halál foglalkoztatta,
De ez nem egy kierkegaardi rettegés, nem az angst módján foglalkozik a halállal, hanem a halál, mint az életnek egy része. Mindebben a legirigyésre méltóbb, hogy is mondjam, az, hogy elemérben mindig érezted a szabad embert, aki soha nem alkuszik meg valódi dolgokban, ugyanakkor nem keresi a veszekedés formáját. Nem akar veszekedni, de nem alkuszik meg. Hogy mondjak egy anekdotikus példát. 70-es évek elején, akkor már ismertük egymást, akkoriban védte az irodalmi nagydoktorit, tehát még benne volt ebben a strukturalista mozzanatban, akkor sokunkat, Horányi Özsébet, Kövecses Zoltánt és másokat meghívott az Amerikai Nyelvészeti Társaság nyári egyetemére egy akkor megválasztott magyar származású amerikai nyelvész, Sebők Tamás. És készültünk nagyon, Altrichter Ferenc is ott volt, stb. Tehát azért mi kerültünk meghívásra, mert volt egy közös mentorunk, Szépe György, aki elmondta a Sebőknek, soha életemben nem láttam Sebőköt, legtöbben nem láttuk, megmondta, hogy kit érdemes meghívni, kik azok, akik érdekes emberek és ilyen strukturális dolgokkal foglalkoznak. Elemér is a meghívottak között volt, és akkor összejöttünk beszélgetni, mert nagyon nehezen kaptunk útlevelet, nagyon nehezen. Én azért nem kaptam útlevelet, mert a különböző rendőrök kitalálták, hogy az egyik rendőr, az Oktatási Minisztérium rendőre azt mondta, hogy ez munkavállalásnak számít, tehát a Munkaügyi Minisztériumtól kell. A Munkaügyi Minisztérium rendőre azt mondta, hogy ez ösztöndíj. Menjek el az ösztöndíj tanács a harmadik rendőrhöz. Az személyes sorsom az volt, hogy 6 hétig húzták, a végén akkor értem ki, amikor már vége volt a nyári egyetemnek, de ugye káotikus rendőrállamban voltunk, tehát továbbra is megkaptam 2 hónapra a kimenő ablakot. Nem tudom, érted? Mert az ugye a kérés arra vonatkozott, az már nem érdekes, hogy az már lejárt. A végén mi a 3 rendőr kénytelen volt kiengedni, de elemér, még mi előtte, mikor szerveztük, tehát mindannyiunk útja nehéz volt, és akkor összejöttünk beszélni, hogy elemér, és hogy áll az ő útja, azt mondja, nem megyek. Hogy nem mész? Hát azt mondja, múltkor mentem Ausztriába, és elkaptak a határőrök, hogy így, meg úgy, és akkor mondtam nekik, hogy nehogy már azt mondják, hogy nálam van ez a 200 shilling, és kibasztam nekik az asztalra. És akkor följelentettek, és elvették az útlevelemet. Na, szóval ezt jelenti az, mikor azt mondom, hogy elemér szabad ember volt, ilyen hülye módon is szabad ember volt. Tehát ő 74-ben is azt mondja, hogy mit kekeckedik maga most már ez a izés? Akkor természetesen elvették a papírjait. Na most a tartalomnál, tehát elemér néhány tévedése. Ugye az egyik nagy tévedése, ez mint szociológusnak, nagyon kiváló könyveket írt, van egy angol nyelvű, magyarul is megjelent, de angolul is. Én Amerikában használtam is, mint tankönyvet, a rendszerváltás körüli magyar társadalmi átalakulásokról. Egy nagyon jól megírt és kiváló könyve, ami elhelyezi az egész kelet-európai világban és rendszerben. S máig azért tanulságos, Lengyel Lászlónak van mostanában egy cikke erről, ő részletesen elemzi, de, és akkor ennek nyomán újraolvastam a könyvet, hogy megdöbbentően, miközben a társadalom átalakulásáról rendkívül sokat tud, és rendkívül részletesen érdekli, a tulajdon egész problémáját teljességgel ignorálja. Tehát egy 300 oldalas könyv a rendszerváltás korul Magyarország és Kelet-Európa átalakulásairól, ahol a tulajdon kérdése teljesen zárójelben van téve, az úgynevezett kapitalizmus az csak a társadalom szervezéséről szól, és a demokráciáról. Ez egy óriási félreértés. Hát azóta tudjuk, mi történt, azóta eltelt 30 évben. Tehát nagyon érdekes, hogy a bölcsész világból jött szociológus, mikor a társadalomról rendkívül érzékenyen, nagyon sok izgalmas dolgot ír, nem veszi észre, hogy az embereket a pénz mozgatja. És a pénznek egy elég különleges, stabilizálódott formája
a tulajdon. Egy másik mozzanat, ami óriási tévedése volt Teremérnek, nagyon sokat ír arról, ugye, hogy mondjak egy egész más területet, mondjuk a nyelv szociológiában is a 60-as évektől a kanadai, az akkor még mondjuk így, hogy lenézett kanadai franciaság kapcsán nagyon sok érdekes, skálás, kérdőíves vizsgálatot végeztek arról, amik kimutatták, hogy az emberekben él egy olyan minta, hogy vannak kedves, meleg, de ügyefogyott emberek. Ilyenek, így gondolták, hogy a kanadai franciák ilyenek, és vannak rámenős, kemény gyerekek, akik utálatosak, undokak, ilyenek például az anglók. Na most Elemér ezt a mintázatot teljesen tévesen vetette rá Európa úgynevezett keleti és nyugati részeire. Végig az egész könyv arról szól, hogy a mi világunk teljesen tolsztai illúziókkal teli. A mi világunk szegény, ügyefogyott balfácán, de rendes, kedves, tiszta emberek. Ezzel szemben a nyugat rámenős, hatékony, de züllött, korrupt. Nem kell részleteznem, hogy ez mekkora tévedés. Tehát végig azt hitte, nem csak Magyarországra, hogy Kelet-Európa a tisztaság és ügyetlenség világa, és nyugat az ügyesség és a bűn. Ebbe a Tolsztoj János erkölcsi értelme. Teljes félreértése a társadalomnak. Az utolsó ezt szemrevétel, ezeket nem mondtam neki. Az utolsót mondtam neki többször röhögve. És ezen együtt tudtunk már röhögni. Az elitek leíró tételezése. Szóval Elemér a empirikus szociológiai könyveiben, tehát a Kádárkorról van szó, az arról szóló könyveiben, nem a Kádár egyszer utáni könyveiben, és tehát a Berec elvtársakról is úgy beszél, mint elitekről. Abba a tévedésbe beleesett, hogy aki fölül van, és éppen a hatalom közelébe, az elit. És az elit szó teljesen, tehát nincs benne, azért furcsa, mert ugye Elemér egy eléggé hagyományos elit értelmiségi családból nő, jön, egy példát hagy mondjak, ugye édesapja Hankis János, a Debreceni Egyetem irodalomprofesszora, aki egy meglehetősen komplex liberális értelmiségi volt, hogyha megértitek a komplexet. Ő és Horváth János, a Pesti Egyetem katolikus, konzervatív irodalomprofesszora volt az a két ember, aki Tormai Cecilt Nobel-díjra javasolta. Tehát mit kell érteni azon, hogy ők egy sokoldalúak voltak? Ő egy ilyen világból jön, és egy ilyen világból jövő azt hiszi, hogy Berec János elit. Ezek óriási tévedések. Tehát, hogy aki épp a hatalma van, ez azóta is így van, a mai szociológia, a mai magyar leíró szociológia, és aki éppen fölül úszik, Mészárost is elitnek tartjuk. Ez egy félreértés. De higgyetek el, hogy félreértés, mert az elit az eredendően kötelezettségekkel jár, nem egyszerűen hatalommal. Az elit az kockára tesz bizonyos dolgokat. Megvédeni a Hankisnál azért a szociológiában mind a két felfogás az elit kapcsán érvényesült, és akkoriban, amikor az Elemér az elitről írt, akkor a szociológiában valóban ez a leíró fogalma az elitnek volt érvényes. Ez a normatív, ez háttérben volt, tehát ilyen értelme véve lehet túl normatikusan fogta fel a szociológiában. Ebben igazad van, persze, jó, hogy megvéded. Hogy mondjam, itt én belőlem a társadalmi résztvevő indulata beszél, amikor ezt így retrospektíven is azt mondom, hogy nem tartom helyesnek, hogy mindig. A normatív mozzanat, ez, amit Gyuri mond, ez nagyon fontos. Tehát én ezért nem tartom pontosnak azt mondjuk azt a jellemzését a mai magyar, mi ez? Társadalomszervezésnek, hogy maffia állam. Megmondom miért, mert a maffia állam megint az én társadalomszervezési koncepciómban rendkívül szigorú kötelezettségekkel jár. A maffia egy olyan típusú társadalmi szerveződés, ahol nagyon szigorú kötelezettségek vannak. A mai, mondjuk így uralkodó rétegek társadalomszerveződésében nem látom ezt a kötelezettségi mozzanatot. Az Éden világa. Ugye említettem, hogy egy évet együtt töltöttünk.
megpróbáljuk megkeresni elemért. Egy pillanat. Itt van elemér. Ez az osztály, a kaliforniai Advanced Studies-ban az osztály, itt van elemér. Én nem tudtam a dresscode-ot, úgyhogy zakót vettem. Cicsiki. Itt van elemér, ez az osztálykép. Ez meg úgy mutogatja, hogy milyen is volt az éden. Körülbelül egy ilyen típusú nyitott szobában dolgozott elemér, tehát ami így kibe szellőzik, és így tovább. Itt kerültünk nagyon közel egymáshoz, borzasztó sok szociális időt is együtt töltöttünk, és nagyon sokat beszélgettünk ezekről a társadalmi értékkérdésekről. Ez most az éden emlékei. Ez a lányom, akivel együtt voltunk Kaliforniában, egy könyvnapon itten beszélgetnek elemérrel, elemér könyvéről. A lányom akkor még nem olvasta elemér könyvét. Ez pedig a közös könyvünk, ami egy tévéműsoron alapszik. A könyvbemutatóra elemér nem jött el. Jelencs Istvánnal, az egyik másik szerzőtársal magyarázzuk a könyvet. Ugye, hát ez egy érdekes, nem akarok beszélni a könyvnek a részleteiről, tessék megnézni, fönn van az interneten, hanem hagyj büszkélkedjek. Elemér is büszke lenne rá, szerintem ezt ő se tudta. Én véletlenül, ahogy készültem erre a bemutatóra, találtam meg, hogy 2012-ben emelt szintű magyar érettségi tétel voltunk elemérrel. Ez a szöveg a könyvünkből, nem érdekes, emelt szintű magyar érettségi tételé válni. Ennél nagyobb vágya egy sznob bölcsésznek, gondoljatok vissza, mit mondtam, hogy a 60-as évek az irodalom volt a világ csúcsa. Emelt szintű érettségi tétellé váltunk, írásbeli. Hát ennél nagyobb dicsőség nincsen, ugye? Köszönöm szépen a figyelmet, és akkor nyitottan állok kérdésekre, kommentárokra, parancsoljanak.